Landplan Hotel, jövetmenet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. Összességében biztosan lehet némi hiányérzetünk egyes mérkőzésekkel kapcsolatban. És talán már említést is tettem korábbi nyilatkozatomban arra, hogy volt több olyan meccs, ami igazán nyerhető lett volna. És ha ezeket tudtuk volna hozni, akkor azt gondolom, hogy azt mondhattuk volna, hogy kifejezetten jó fél évet hagytunk magunk után. De azért azt gondolom, hogy panaszkodni sem panaszkodhatunk. Összességében én jónak értékelem, de nyilván van az emberben egy kis hiányérzet, de úgy gondolom, hogy azért mindent mindenki megtett azért, hogy minél előrébb végezhessünk idén. Hogyha a játékos keretet megnézzük, te inkább azért a rutinosabb játékosok közé tartozol, megfordultál külföldön is és Magyarországon is több csapatban. Milyennek értékeled magát a csapatot, az összhangot, illetve a fiatal és az idősebb játékosok egyvelegét? Milyen itt Gyirmóton? Kifejezetten jó, én azt gondolom, tehát egy nagyon, nagyon normális, nagyon befogadó baráti közösség. Én az első percektől éreztem ezt a fajta befogadó közösséget az irányomban, úgyhogy csak pozitívumokban tudok a csapatról és az egész stáb és a klubokról beszélni. Említetted, hogy sok helyen jártam külföldön, nem mennék el amellett sem, hogy azért minden a rendelkezésünkre, tehát tényleg az edzőpályák, a stadion, tehát voltam már olyan helyen, ahol közel sem adatottak meg ezek a feltételek, úgyhogy ez is természetesen hozzátartozik ahhoz, hogy is nagyon-nagyon fontos, és tényleg itt mindenki megkapja azt ezen a téren is, ami szükséges ahhoz, hogy hétről hétre jó teljesítményt tudjon nyújtani. Ezen kívül még mi az, ami fontos, és mi az, ami mindenképpen kell majd tavasszal, hogy akár még több pontot szerezzetek, és oda kerüljetek akár a dobogós helyezéshez. Gondolok itt arra, hogy esetleg taktikailag, szakmailag miben várnád egy kicsi javulást, ha kell. Hát ugye fejlődni mindig van hova, tehát ugye én is már az idősebb, tapasztaltabb játékosok közé tartozom, de még nekem is van hova fejlődni, tehát úgy gondolom, hogy taktikailag és koncentráltság terén mindenképpen van hova fejlődnünk, és azt is gondolom, hogy ez lehet annak a kulcsa, hogy azokat a mérkőzéseket, amiket elvesztettünk és úgy vesztettük el, ahogy meg tudjuk nyerni majd. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.